Szevasztok gyerekek, üdvözlöm a kedves nézőket! A mai nap folyamán a Balmazújváros határában lévő Szikitóra látogattam el. Délben érkeztem ki a horgász vízre. Most 2:30 van, és most éred be szerintem az etetésem, mert most sikerült egy elég szép pontyot fogni. Ez volt a második halom a mai napon, az első az egy tenyeres dévérkeszeg volt. Az is elég szép volt, de azt nem rögzítettem felvételre nektek. Hát a mai napi perc apropója igazából csak annyi, hogy egy régi cimborámmal, egy régi barátommal jöttem, Csongorral. Rámért a mai nap folyamán, hogy régen sokat horgáztunk úgy együtt Csongorral, egy-két képet bevágok, hogyha ha Csongor is úgy akarja. Rámért, hogy nem horgászunk együtt, mint régen. Én meg mondtam, hogy hát miért is ne horgászunk együtt. És megbeszéltük akkor, hogy délben találkozunk itt a Szikitó parkolójában. Így is történt, találkoztunk, és kiültünk ide horgászni, egy ilyen kis baráti horgászatra. Egyébként itt ül én, meg ott ülök. Igazából ennyi. Gyönyörű, szép, őszies időnk van. Itt vagyunk a Szikitónak ezen a erdős részén. Hát itt most egy pólóban vagyok amúgy. Egész jó az idő. Csak egy baj van, hogy rohadtul csípnek a szúnyogok még mindig. Pedig már október 15-e egyébként szombat van, vagy aki dolgozik most, annak részvétel, mert egyébként ez most egy munkanap, de mi nem dolgozunk, így hát kijöttünk horgászni. Ez csak a... Mondtam, hogy kiveszem a másikat. Gyerekek, megvan az első hal. Hát egy 2 óra hosszát kellett rá válni, vagyis igazából a második hal lesz. Mert az első hal az egy gyönyörű, szép dévérkeszeg volt. De azt nem vettem fel, mert úgy gondoltam, hogy már sok ilyet láttatok. A 360-as Eurostar Masterclass botra jött. A light verzióra nézzétek, csak szinte karikába hajlik. Hál' Istennek ezen Fonoginor van. Amúgy nem lett volna, mert bevitte a nádba, csak hát bátya behúzta a féket. És 18-as fonottal kimertem pumpálni a nádból. Hát remélem megvesz amúgy a hal, mert még horgon van, de egyébként még mi nincs meg. Ha jól látom, akkor egy gyönyörű szép tükörpont. Ami úgy látom, hogy egész szép lesz. Ilyen 4 kilóra sakszolok őkre. Megszáfolod, Csongor? Próbálom. Úgy, de szép. Ez van, vagy 7 is. Bele fog félni a szájba. Várj egy kicsit, hogy közelebb tudom. Uha. Jó lágy ez a bot, mi? Aha. Nézem, hogy rosszul dugtam össze, nehogy átjárom. Ön a rögtös van, fasz. Komolyan. Hát nem fér bele a szágba. Óvatosan magadhoz. Uha. Hűha. Na, köszönöm szépen Csongornak, hogy partra segített. Ez elég szép példány. Hát egy pár szalma megfogták, látszik a száján. Legugolsz, te is légy szép. Meg is mutatom nektek. Elég szép. Hiányzik a harapúszója is. Tipp. 7 kiló. 20 deka. Hát, mínusz szák. 7 kiló. Vissza is engedjük, gyerekek. Köszönöm az élményt. Gyönyörű szép ponty. Kicsit közeled ez Csongor. Jó. Nagyon. Köszönöm a segítséget, egy gyöklöst. Ez az. Na gyerekek, visszaengedtük a pontyot. Most azt fogjátok látni,
hogy az etetésre ismét rácsúszítok egy doboz, egy ilyen kis dobozzal csemege kukoricát. Valószínűsíthetem, hogy már mozognak az etetésen halak, így már lehet, hogy felették azt a kukoricát, amit beszórtam. Szóval, mert azóta volt egy kapásom, csak sajnos azt elrontottam. De valószínű, hogy ez keszeg volt, mert csak így pöcögtette. Na mindegy, szóval most még lövök rá egy dobozzal. Megpróbálok oda be a kis ficakba célozni. Tökéletes, helyre ment. Pont ott van a végszerelékem is. Nézzétek csak, gyerekek, a pici 12-es holgot, hogy kihajtotta. Hát igen. Na most teszek fel egy ujjat és újra dobok. A mai horgászatra kettő fédélbotot hoztam, egy 360-ast és egy 390-est. Láttátok már ezeket a botokat nálam. Mind a kettővel metór fédérezek. Nem árulok el egy titkot. Hoztam ilyen porkanyát, ez ilyen világos színű. Nem szeretnék mondani most gyártót, tök mindegy amúgy szerintem. Meg hoztam ilyen akvapelletet, ez meg sötét színű. Ezt a kettőt kombinálom, és úgy tűnik, hogy sikeres. Egyébként a horgászat elején sima csemege kukoricát csúsztam be három dobozzal, amit szerintem láttatok. És hát a tuti csali megint a Decathlonos mangó. Nem a reklám helye, bár szponzorálhatna a Decathlon. Na mindegy, és ezzel a kettő horgászott a horgászom. Itt ültem le, nyáron, már nyár elején már volt itt egy horgászatom. Ugyanígy ültem le, mert akkor is elég szép számba fogtam a pontyokat. Itt egy ilyen befolyó van, egy ilyen zsilip. És oda horgászok, a csongorba bezumból, oda a kis kapuba. Jött. Ez is még nem biztos. Gyerekek, csongornak elfüstölt. Oda, onnan abból a kis ficakból. De úgy látom, hogy már sikerül neki kihúzni a pontyot. Hajrá, csongor, csak ügyesen. Na? Aha, kijött, már ott van. Ott van már a szigettől. Kicsit balra. Mangósodra. Mondj még egyszer. Mangósodra. A mangós pop-up. Hogy érzed, mekkora? Nem tudom. Mi a másik, hogy be van-e akarod? Akkor ne, engedd rá, mester. Jaj, de profi a srác. Hoppa. Tuti pont mi? Szerintem igen, mondjuk még eddig nem rázta a fejét. Köszönnék a múlva. Örülnél neki mi? Ja, ebből az évben én nem szoktam. Hát még van rá lehetőséget. Pont már most rázza a fejét. Na, egész. Egész szépen. Hogy hívják ezeket? Burványok? Aha. Berúgtam oda a nád kapunál, és ott is a nád félbe teljesen. Profi. Csak ez, igen, ezzel az a baj, hogy muszáj megfogni. Behúztad a féket, azt kihúztad? Ha? Nem volt behúzva a fék. Nem volt behúzva? Nem. Borot így egyenesbe fordítottam. Csak annyit láttam, hogy felburasz hirtelen. Úgyhogy így szép lassan elkezdte húzni, utána teljesen a bort, mint már a levegőben volt a hátulja. Az igen.
A gyerekek, most lehet felveszem az egész fárasztást nektek, így vágatlanba. Valamivel ki kell tölteni a perceket, tudjátok, hogy azért a money azért az jöjjön. Egyébként csak viccelek. Vagy mégse. Amúr! Ja, tényleg. Azt hittem, hogy amúr, hogy láttam, hogy ilyen hosszúkás valami. Nem kicsi. Nem kicsi, egy ötös tuti van ez is. Úgy de szépen dolgozik a bot. Na szóval ezt a fárasztást beleteszem nektek vágatlanul, ami már egyébként 3 perce megy. Jól lenne, srácok, ha valaki nézi a Decathlonba, hogy szponzorálna. Amióta ezt a csalit használom, már tudja, hogy 6-szoros ára megnőtt a... 5-ös tuti, annyi biztos. Úgy de szép. Úszolja van, láttad? Aha. Akkor 2-2? Neki a fajta. Mindjárt meg lesz az. A barátnője megszákolja. Hát ha most nem verem fejbe. Oh. Van még abban mi? Fárasztod. Horogba vízunk. Pászol, beroptam a náfam. Jó horog, edzett horog. Úr, szép. Annyira nem adhatunk ki, jó? Hát igen, látom, de ez már megvan, nem? Majd ha szágba lesz. Ho, gyerekek. Na, hogy érzed? Nem 5. Na, gyerekek, most tudtok tippelni. Ott van a haluci, mindenki tippelt. Nem elheted. Várjál, mert beszart a mérleg. Malőr támadt. Elszarodott a mérlegem. De csomoréknak itt van. 6 kiló, közel 6-os. Szép. Húsz a szára, fölött fél szákot, ha levesszük. Hát kb. Igen. Gyönyörű, szép. Várjál, mert csúszik nagyon. Gratuláljatok Csongornak, gyerekek. Gratulálunk, Csongor. Köszönöm szépen. Engedheted vissza. Nézzétek csak, gyerekek, volt még egy elhúzós kapásom. Hát a kis pici 12-es vékony húsú horgot eltörte sajnos, szóval ez most nem lett meg, pedig ez is egy legalább egy olyan hal volt, mint az előző. De hát ez van, teszünk fel egy másikat és folytatjuk a pecát. Na, egy kis helyzetjelentés, srácok. 4:30 van, eddig egy pontyot sikerült fognom és egy keszeget, Csongolnak 2 kárászt és egy pontyot. Most megálltak a kapások, amik igazából annyira be sem indultak. Kevés volt ez az idő, de még 1 órát maradunk. Szóval igen, csak ennyit akartam mondani. Ha tetszik a videó, mindenféleképpen iratkozz fel és lájkolj. Köszönöm. Ja, egyébként, ha valakit érdekel, 3000 forint volt a sportjegy. Azt nézzétek, hogy kis madarak rekkednek. Csongor fogott még egy pontyot. Hát ez egy kis 1,5 kilósnak tűnik, nem? Ezt lehet, hogy most telepítették, srácok, mert egyébként egy pár napja volt telepítés, és ilyen 70-80 dekás 1 kilós pontyokat raktak bele, legalábbis azt mondta a bácsi, a halőr, hát a halőr. Szóval lehet, hogy most Csongolnak egy ilyen horogszűz kispontyot sikerült fogni, ami azért úgy látom, hogy küzd. Ilyen jól ne fogni a holt, hát igen. Ez biztos, hogy most szerint telepítés, amúgy.
Kis virgonc, mi? Igen. Csongol, mire jött? Mangós. Szigorúan, de petlagos. Kiszabadítsa a fiú. Gratulálunk, Csongor. Nagyon boldog a fiú. Hurrá! Gyerekek, volt egy remek kapásom. Elhúzta, mint a art, tudjátok. Aztán, hát, na, megint ez lett a vége. Horogra ne sajnáljátok a pénzt. Gyerekek, 5 óra múlt, hamarosan pakolunk. Mindenféleképpen a mai nap tanulsága az az számomra, hogy ha ilyen akadós helyen vagy, hát mondjuk kvázi ez nem akadós hely, vagy hogyha ennyire nád tőbe, nád szélen, tényleg ott nagyon a tövébe horgászok, hogy ahol egyből ugye már húzza befele a hal, és be kell ugye húzni a féket, és onnan kihúzni, utána szabad vele játszani. Szóval mindenféleképp ez a tanulság a mai napnak, hogy vastag húsú horog, erős horog, jó minőségű horog. Én 12-es horogokat használtam. Egyébként szerintem jó minőségű horog, majd a márkát megmutatom, csak sajnos már nincs meg a doboza, ezek előre kötött horgok egyébként, és sajnos úgy jártam, hogy kettőt kihajtott, egyet pedig eltört a hal. Szóval, hát így egy pontot sikerült fogni, foghattam volna akár négyet is, de hát ez van, ebből tanultunk, szóval mindenféleképpen a horogra nagyon figyeljtek, ugye, végül is hülyeséget mondok, mert szerintem ez alap mindenkinél, csak hát nem gondoltam volna, hogy így járok, mert régóta ezeket a horogokat használom, és eddig még nem jártam így velük, de ez a mai nap, ez ilyen. Szóval, jóféle horgokat vegyetek? Na gyerekek, a harmadik halom, körülbelül egy jó kilós keszeg, szerintem még soha nem fogtam ekkora keszeget, de amúgy nagyon szép. Gyerekek, ennyi lett volna ez a mai peca. Összepakoltunk 3.60, ugye 6-kor záróra már indulunk, még egy botom azért bent van, mert Csongor 4 halat fogott, én 3-at. Hát úgy néz ki, hogy ő nyert, több mint valószínű, amit hát ez van, nem lehet mindig nyerni, de mentségemre szóljon, hogy kétszer kihajtotta a horgot, egyszer eltörte. Jó, minden, hát kifogások, de amúgy meg lett volna simán, simán gyerekek. Szóval ennyi lett volna ez a mai videó, remélem, hogy tetszett, egy gyors kis peca a Szikitavon, Csongorral és a barátnőjével. Csak, bocsi, csak közben nézem a botot, mert nagyon szeretném megfogni azt az egy halat még, hogy négy-négy legyen. Na, ha tetszett, akkor dobj egy lájkot, iratkozz a csatornára, lent megtaláld a TikTokot, az Instát, a Facebookot, és ha támogatni szeretnél, legyél csatornatag. Igazából ennyi. Tartsatok velem, mert folyamatosan jönnek a tartalmak. Na pá!